Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfagytok fáradtva, terhelve, és én megnyugvásztalok nektek. Meg akar szabadítani azokból a kötelékekből, amivel a sátán megkötözött, és egy új élettel akar megajándékozni, hogy már itt a Földön megtapasztaljuk Isten szeretetét, az, hogy milyen, mikor szabadon tudok élni, milyen, mikor nemet tudok mondani a bűnnek Jézus Krisztus által. Szól az Úr, legyen a szívünk engedelmes, hogy Istennek igéje a szívünket meg tudja szólítani, és tudjunk válaszolni. Békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptunk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki a megpróbáltatás munkája ki az állhatatosságot. És miután elolvastam ezt az igét, és megtudtam azt, hogy Isten szeret, és hogy milyen jó, hogy Isten gyermeke lehetek, szeretem volna bátorítani egy pár barátaimat is, és elküldtem nekik is SMS-ben ezt az igeverset, mivel tudtam, hogy nem nagyon akarnak ők Istenről beszélni. És az egyik azt írta vissza, hogy ez mind szép, de Isten nem létezik. A tudomány se tudta ezt bebizonyítani. És azt mondtam neki, hogy nem jutott más eszemben, csak az, hogy hát a kommunizmusról is biztosan 100 év múlva talán azt fogják mondani, még lehet nem is létezett, csak beszélnek az emberek a történelemből belőle. De tény az, hogy Isten létezik, hisz az ő képmására voltunk teremtve, és mindaz, ami van, nem kerülhetett csak úgy egy pityektetésre magától előre. És egyszer egy ember azt mondta, hogy ha azt mondod te, hogy nem hiszel Istenben, és meghalsz, és mégis Isten létezik,
akkor te el fogol veszni, a kározatban fogol lenni örökre. És onnan nem tudsz többet visszajönni, nem tudsz többet változtatni a helyzeteden. De én azt mondom, hogy Isten létezik, csak nyerhetek. És ha nem is létezik veszíteni, nem veszíthetek. Jézus Krisztus azért halt meg, hogyha azt gondolod, hogy talán túl bűnös vagy, és talán túl reménytelenek látod életedet, ő meg tud szabadítani tégedet, hisz meghalt te életed a Golgotán. És én értem is meghalt. Szeretném azt mondani, hogy minden embernek szüksége van Istenre, és sok dolog után vágyunk az életben, és sok dolog után futunk. Futunk, hogy legyen egy lakásunk, vagy több pénzünk, jobb megélhetésünk, és életünk végén azt látjuk, hogy nem ért semmi Isten nélkül. Azért szeretném mondani, amit Isten magában mond, hogy ma, ha halljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Halljátok, hogy az Úr munkálja ki az ő jó munkáját a ti életetekben, és megláthassátok, hogy ő megáld, és adhat valójában örök életet. Amen. Én most így utolsó percben döntöttem már, hogy szeretnék bizonyságot tenni, és nem az én bizonyságtételmet az életemből szeretném elmondani, hanem egy más bizonyságtételt, ami nagyon megragadta az én figyelmet. Múlt héten még Marosvásárhelyen voltam, mert ott vagyok egyetemen. Vasárnap lesz pont egy hete, hogy misszióztunk egy közeli faluban. És abban a faluban volt egy, mondhatni, gyülekezet, de nem volt gyülekezeti terem, hanem csak egy szoba, ahol 15-20-an összegyűltünk. És különböző emberek voltak, különböző családokból, és tudnélik, hogy ott volt egy fiatal házaspár, két gyerekkel, egy kislányom és egy kisfiúval. És semmelyik szülő nem adta magát teljesen át Istennek az életét, ameddig megszületett a második gyerekük, egy kisfiú, és rákkal diagnosztizálták, és azt mondták az orvosok, hogy nincs sok hátra. És az édesapa azt mondta Istennek, hogy ez pár hónap ezelőtt volt, hogy Uram, hogyha ezt a gyermeket, ezt te meggyógyítod, én neked odaadom az életemet. És Isten meghallgatta ennek a fiatalembernek az imádságát, és a gyermek az teljesen meggyógyult. És most múlt vasárnap épp imádkoztunk, és a fiatal házaspárnak az első gyermek, a lány, azon 8 éves körül lehetett, épp mellettem ült, és miért szerettem volna én imádkozni, megszólalt ő. És én az életemben nem láttam. Azt imádkozta, hogy Uram, köszönöm, hogy meggyújtottad a kis testvéremet, és köszönöm, hogy édesapám hozzá tudott kiáltani. Köszönöm, adtál neki hitet, és kérlek, gyújtsd meg édesanyámat. Az édesanyja az is beteg volt valamilyen elég komoly problémával. És elámultam, és meg is szégyenültem, hogy ennek a kisgyermeknek mennyi hite volt. És hogy imádkozott a saját szüleiért. És azt szeretném mondani, hogy ahogy Jézus odaengedte a gyermekeket magához, pedig a tanítványok vissza akarták tartani, azt mondta, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, és Isten megáldotta azokat. És szeretném azt mondani, hogy minden szülő nagy felelősséggel van Isten előtt, hogy gyermekét is Isten elé vigye. És adjunk hálát Istennek, hogy gyermekeink vannak, és hogy jó, persze nekem még nincs, de hogy Istennek tudjuk őket ajánlani, és ezért hozzuk őket a gyülekezetbe, mert Isten meg szeretné őket áldani. Én szeretném volna. Amen.
Kovács Judit és gyermekeinek a szolgálatát hallgassuk meg. Tormezei Erzsébet ma. Holnap talán az ajkam néma, s hogy ne maradjak szerető szóval senki adósa, úgy szóljak még ma. Holnap talán merev a lábam, segíts megváltom hűséges szívvel, szüntelen veled járni a mában. Holnap talán a karmú sem mozdul, ma szent örömmel úgy tegye dolgát, mint azt te szolgád itt, s a síron túl. Holnap talán a szívem is hallgat, de ma hirdesse minden verése, áldom megváltó mentő hatalmad. A tegnapot befötte véled, tiéd a holnap, nekem csak mám van. Segíts hűséggel ebben a mában szolgálni néked. Istenem, terveid olyan nagyok, eltöltik az életem. Én csak egy korszaknyi ember vagyok, nélküled nem élhetek. A szívem terve, dicséreteddel, én benned bízom, én Istenem. Vettek itt a héten, hogy eljöttetek már tegnap is, mert tegnap előtt is, és tudjátok, nagyon jó helyre jöttetek. És hát kérdezek egy nagyon könnyű kérdést először, jó? Utána egy kicsit nehezebbet. Valaki volt nyári evangelizáció közületek? Nem tudom, a kastélykertben, vagy hol volt tartva? Templomban volt tartva. Na, apró kezeket lássak. Ki az, aki volt? És felveri emelnek el itt kettő. Ez az ügyesek vagytok. Na jó, köszönöm szépen, nagyon jó. Akkor hadd kérdezzek egy másik kérdést. Egy ének eszetekbe jut-e, amit ott tanultatok? Na jó, mondom én az éneket, és ti bólintok, hogy ha tudjátok, vagy ha nem tudjátok, jó? Úgy könnyebb lesz? Az az ének, hogy ha sátán kísért, azt mondom, nem, nem, nem. Az megy. El tudnak énekelni együtt? Segítek? Na, próbáljuk meg. Jó, és akkor utána még mondok egy rövid történetet, amit nemrég olvastam. És tulajdonképpen az iskolában is tanultam arról a személyről, akiről olvastam, és ezért volt érdekes az, amit olvastam volna. Segítek nekem, ugye? És... Ha a sátán kísért, azt mondom, nem, nem, nem. Ha a sátán kísért, azt mondom, nem, nem, nem. Ha a sátán kísért, azt mondom, menjön, nem. Nem megy az én királyom Jézus. Ó, Jézus, ó, itt azt mondom, én vagyok. Ó, Jézus, ó, itt azt mondom, én vagyok. Jesus, you're my.
viszonytalan világban élünk, amikor soha nem tudjuk, hogy mit hoz a következő pillanat, perc, mi fog történni a munkahelyen, mi fog történni a családunkban. A hírek minden nap mondanak egy olyat, hogy egyik gyár, másik gyár felmond a munkásainak, mehetnek, keresnek munkahelyet. Tehát nagyon ingatag talajon jár az egész. És ezen a földön. És a héten munkában cikiznek a munkatársak velem. És rá, igen, mert ez tudja, hogy a mennybe fog jutni. És persze, hogy tudom, hát a Biblia ezt mondja, elhiszem, ennyi az egész. Á, nem jött onnan még vissza senki. Á, nem lehet azt tudni. Ezt mondják. Aztán a borsó mondja, hogy mikor itt Colton dolgozgat a temetőben, a temető egy olyan hely, ahol az ember általában gondol a temetőtárgyi életre, hogy hát nagyon sokan itt is azt mondják neki, hogy ó, Csaba, sose jött oda még vissza senki, nem lehet azt tudni, hogy mi lesz. És akkor ő persze elmondja nekik, hogy hát akkor miért jártok templomba, hogyha nem tudjátok, hogy mi lesz, és hát dehogy nem lehet azt tudni, és jó, tehát ezzel lehet találkozni mindenütt, és az emberek bele születünk ebbe az életbe, ebbe a létbe, és mint a fiatalok szerepében is volt, hogy jártam imaházba, és járunk imaházba, és eljárunk a koltói evangelizációs hetekre, és múlt héten Égerháton voltunk, csak egy ilyen evangelizációs estén. És az emberek mennek, megyünk. Miért? Eszembe jutnak a gyerekkoromból azok a végtelen sorok, amiket kiáltunk azért, hogy kenyeret vegyünk, vagy hogy húst vegyünk. Ott soha nem lehetett tudni, hogy mit kapsz. Tehát álltunk a sort, álltunk egy órát, két órát, aztán ha maradt egy kis tránsát, sírke vagy ami maradt, ha maradt, akkor azt kaptunk, ha nem. Tehát nagyon bizonytalan volt minden sorban állás. És talán ezért, mert meg vagyunk szokva ezen a földön, ezzel a bizonytalansággal, hogy hát nem tudjuk, meglátjuk, hogy mi lesz. És amikor azt mondom a munkába, hogy te így tudom, hát hiszem, mert megígérte Isten nekem, hogy lesz örök életem, ő ígérte meg, és én elhiszem ezt. És akkor kinevetnek. És én most Colton is ezt mondom, hogy igen, hiszem, hogy örök életem lesz. Isten jelentette ki. És szeretném, hogy akik eljöttetek most ebbe az imaházba, nekem majd a jegykezelő adja visszafele jegyeket, hogy ez nem érvényes. Hát tudom, hogy voltál evangelizáción, tudom, hogy ismersz, tudom, hogy hallottál rólam, de nem hittél. Csak úgy jártál imaházba, meg evangelizációs estékre. Mi szeretném, hogy mindenki célba érjen. És mindenkit engedjen be az Úr, az örökségébe. Néhány verset felolvasok Péter apostolnak a könyvéből, mi alátámasztja ezt, amit én hiszek. Péter apostol második levele, harmadik részéből olvasom a 8. verstől az igéket. Azaz egy, azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Amen. Nem kérdezi, hol voltál eddig, szép napkeltétől napestig. Azt sem kérdezi, merre jártál. Ő nem kíváncsi, mit csináltál. Hányszor csúfoltad, hányszor hagytad, ha drága keresztény kacagtak.
Elfelejtette minden vétket. Csak átölel, csak örül néked. Leszket a lábad, szemed könyvbe. Mit mondjál neki, hogy köszönj be? Csak húj le szótlanul elébe. Neki nincs szüksége beszédre. Kap az egész világ, ó, ez mind csodás! Nagy ünnepség!